Berúgta az ajtót az új generáció, akiknek már hamarabb szimpatikus az MMA, mint az ökölhívás. A mai vendégem Polik Sándor, köszöntelek itt a műsorban. Szia, köszönöm a kívást. És hát kezdjük is ezzel. Box vagy ketrecharc? Hát egyértelmű MMA, ketrecharc. A box az egy aranyos sport, meg... Aranyos? Aranyos, aranyosnak gondolom. Hát az MMA-hoz képest egy aranyos sport, egy haranyos küzdősport, de azért nem gondolom azt, hogy egy, egy lenne az MMA-val. Ugyanakkor nagyon sok, nem sok, de van egy pár nagyon jó boxoló barátom, és azt gondolom, hogy a box az egyébként egy nagyon fontos sportágot tesz ki az MMA-n belül is, de nem gondolom, hogy egy lapon lehet venni. Szóval az MMA az egy, az egy, igazi, az egy igazi harc, és a boxot azt meg csak úgy gondolom, hogy inkább egy, azt inkább egy sportnak nevezhető, de az MMA az igazi, az a, mostani gladiátor igazából, gladiátorok, akik régen azok voltak, ugye azok most egy picit visszafogottabb szabályrendszerbe, de, de, de egy igazi, igazi harcot mutatnak. És mit gondolsz, ugye te nagyon fiatal vagy, még most törsz be, hogy látod, hogy a mai generáció tényleg már inkább az MMA felé húz, és nem az ökövívást választja? Én azt gondolom, hogy a nagyobb nevek miatt, akik most az MMA-ban megjelentek, és ugye küzdenek ebben a szabályrendszerben. Én azt gondolom, hogy ezek miatt az MMA nagyon népszerű lett, nem csak itthon, hanem Amerikában is. Ugyanakkor itthon Magyarországon a amatőr box is nagyon ugye magas szinteken van ahhoz képes, mint például az amatőr MMA. De azt gondolom egyébként, hogy az MMA sokkal komolyabb szinteken van most 2023-ra, mint régebben volt a box. És akkor térjünk is rád. Neked hogy jött ez? Hogy lettél -e te MMA-s? Én gyerekkoromban judoztam, elkezdtem judozni, és azután tértem át a Muay Ott le is toltam egy ilyen öt évet körülbelül, megnyertem a Magyar Bajnokságot, és úgy döntöttem, hogy én nem ezt akarom csinálni. Az, ö, arra jutottam, hogy ö, én igazi bunyót szeretnék, és azt szeretném, hogy ö, minden legyen. Ezáltal úgy voltam el, hogy abba hagyom. meg nem volt már ugyanilyen a nagyon kihívás itthon, így muay szempontjából. Szóval nekem nem tetszettek a, már az edzések, ö, kevés volt az ellenfél, nem voltak jók az ellenfelek, szóval én nem gondolom úgy, hogy ö, lett volna értelme tovább folytatnom. Ezért mentem át az MMA-ba, és ugye persze Ferencet felkerestem, és megmondtam neki, hogy uh, mik a céljaim, segít-e nekem abban, hogy elérjem ezeket, és ő mondta, hogy igen. Te persze. kopogtattál a Ferinek az ajtaján? Igen. Egyébként uh, ismertük egymást valamilyen téren, ugye a sport által ő engem ismert. Én, mint edzőt uh, ismertem, ugye láttam róla már úgy uh, képeket, meg, uh, meg Instagramon követtük egymást, aztán pedig uh, elkezdtünk együtt dolgozni, és uh, onnantól kezdve pedig uh, ott maradtam nála. Ugye persze, Ferenc, ugye, hogyha valaki által úgymond azonosítani kell, az a Borics Ádám ugye, igen. mellette is ott volt most, amikor a, a bajnoki csatája volt, de én amire kíváncsi vagyok, hogy a Feri milyen edző amúgy, mert hogy egy nagyon, nagyon ilyen karakánnak tűnik, aki azért megköveteli a munkát. Tűnletek én azt gondolom, is? hogy igen. Magyarországon én azt gondolom, hogy ő a legjobb edző. Szerintem, aki más mond, az hülye, vagy nem ért a sporthoz, főleg a Szabályrendszerbe, ő annyira ö, nem csak itthon, külföldön is, el is elismert edző, szóval egyébként, amikor a Stanfordba voltam, imádják a felét. Nagyon, egy nagyon jó edző, ugyanakkor egy nagyon kemény edző, ö, az edzésmunkát azt ö, mindig, mindig megköveteli, muszáj beletennünk az edzést, viszont ö, technikailag és, ö, és fejben is ö, nagyon átlátja a dolgokat. Szerintem a legjobb edző. És szerintem, amikor említetted, hogy kint voltál, Ádámnál, uh -huh. ott milyen volt a felhozata, milyen volt az edzés, milyen volt ott beleszívni egyáltalán abba a levegőbe, abba az edzőtermi levegőbe? Igen, ugye, ugye amikor kimentem Miami-ba, általában én minden téren egyébként kint vagyok Miami-ba, ki szoktam menni, ö, ilyenkor ugye általában a volt be edzek, nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszik. Ugye az, hogy maga a környezet, hogy ö, tengerpart, ö, jó idő, az emberek, akik ott vannak, ugye nem kell nem nagyon sok UFC is bellátoros. Ki kell találkozni Fú, igazából, akik nagyobb nevek, így most a sportba, Kamaruszman, Gilbert Burns, de ezekkel egyébként ö, jó kapcsolat tápol a felé nagyon, és ezáltal én is úgymond ö, valamilyen szinten jóba lettünk. De, De ők közelíthető emberek? Vagy úgy, úgy, vannak ott az edzőteremben, hogy el vannak kerítve? Nem, dehogy is, dehogy is. Mindenki együtt edz. Az egy olyan, mint egy család ott egyébként aztán Stanfordba. Olyan, mint egy család. Ádámot is nagyon ismerik kint. Szóval, hogy ez olyan, mint egy család, ott mindenki egyenrangú. Persze, mindenki tudja azokat a dolgokat a másikról, hogy miket ért el életébe, viszont amikor ott vagyunk a teremben, akkor egy tök jó hangulat van egyébként. Én azon kívül egyébként, de Jónkád vele nagyon jó kapcsolatba kerültem, szóval én együtt néztük a UFC-t, csomószor bandáztunk együtt, elmentünk ajánlni, szóval ugye ő volt belátor bajnok. És egy nagyon jó hangulat van kint. Én azt gondolom, hogy itthon ez hiányzik a küzdősport szempontjából. És hogyha egy mai fiatalat nézel, ugye Borics Ádám megjárta azt, hogy ő kiment, kintél ott próbálja felépíteni, sőt nem is próbálja, már felépítette magát. Szerinted az kell most neked is, hogy itthoni környezetben nem tudod azt megteremteni, hogy befúj? Neked is muszáj kimenned utána? Én azt gondolom, hogy egy jó bunyós, az mindenhol jó bunyós. Viszont egyértelműen Amerikában sokkal több lehetőséged van arra, hogy ezt megvalósítsd. Itthon is meg lehet valósítani, sokkal nehéz, sokkal nehezebb, viszont kint külföldön, ugye leginkább Amerikában a szponzoroktól kezdve jobban fel tudnak rá figyelni. De Feri most már felépítette győzött ugye a Budapest Top team uh -huh. ami azért most már megad egy olyan alapot, hogy ha kimész, akkor, akkor nem vagy egy botlábú, gondolom. Nem. Nem. Ö, nagyon, nagyon, jó sparringokat csináltam kint, Feri nagyon büszke volt rám. Egyébként ne felejtsük el, hogy ott van Juhász Balázs is, nekem a birkózó edző, nagyon sokat tanultam tőle. Ö, ez, ezt a kettőt kombinálva szerintem egy nagyon jó bunyós lettem. De ugye még nagyon sokat kell fejlődnöm egyértelműen, viszont azt gondolom, hogy külföldi szinten is simán megálltam a helyemet. És vannak olyanok, akikre felnézel, egy magyar vagy külföldi szinten, de inkább a magyarra vagyok elsősorban kíváncsi. Nincsen. soha nem volt. Soha senkire nem néztem fel. Én majd a jövőbeli önmagomba szeretnék felnézni. Nincs is olyan, akit, amikor beleütötte egy zsákba, azt mondta, hogy én vagyok Konom, meg Regol, vagy valami? Soha. Tetszettek, tetszettek bugyósoknak a stílusuk, de felnézni soha nem néztem rájuk fel. Mondom még egyszer, önmagomra szeretnék majd felnézni a jövőbe. Ja, legutóbb találkoztunk az Erefágánál, ami itt volt Budapesten. Milyen élmény volt egy ilyen egy ilyen színvonalas gálát látni itthon, esetleg te is majd egy ilyenbe bele akarsz majd kóstolni a jövőben? Nekem nagyon tetszett az RFA itthon, egy okból kifolyólag, hogy végre az emberek picit látták is, hogy, hogy mennyire jó is ez a, ez a sport, ugye különböző szabályrendszerek is voltak, meg jó helyen volt, Budapesten volt, ugye ott is találkoztunk, sajnos ugye, hogy az utolsó meccs az nem úgy alakult, és ezért picit ott nagy káosz lett. Igen, sajnos a Jimmy Veréb István ugye kikapott. Igen, sajnos az az történt, ugye akkor ott volt egy kis káosz, de egyébként nekem tetszett a tetszett ugye az egész hangulata a gálának, viszont ugye volt egy ilyen, nem tudom, kettő szlovák gyerek, nem, nem is tudom a nevüket, nem is annyira emlékszem, 70 kilóba bunyóztak ott profiba, hát azok borzal, borzalmasak voltak. Szóval hogy nekem az komolyan mondom. Jobb lettél volna le? Hát a legrosszabb napokon megverem. Az a legrosszabb napomon megverem őket. Akármikor. De tényleg, szóval, hogy ezt így néztem, én majdnem felálltam és kimentem. Szóval, hogy ezt nem, nem hittem, hogy ez, ez, egyszerűen ott van, a, ezek rendesen egy ketrecbe bunyóznak. Szóval, hogy. És hol láthatunk téged legközelebb? Milyen terveid vannak erre az évre nézve? Hogyha csak ilyen rövid intervallumot nézünk. Ö... Vannak komoly terveim, jövő héten, hogyha minden igaz, egy komolyabb menedzsmenttel fogok leszerződni, és készülök az első profi meccsemre, ugye Peszlen Ferenc vezetésével. A igaz, erről még többet nem mondhatok, egyelőre még nem publikus, viszont ö, ugye egyértelműen nekem a világbajnoki cím, profi világbajnoki címa a végső célom. Jelenleg ez Gondolom nem tölti ki a teljes idődet. Foglalkozom mással, és mit, mit csinálsz még az edzések mellett? Hát igen, ugye én Budapesten élem a mindennapjaimat, a Fitek klubban járok edzeni. Azon kívül én az üzleti életben is csinálok egy-kettő dolgot. Autókkal is foglalkozom, van egy alkalmazásunk, rendben a neve, egy autó megosztói platform. Igazából majd bent lesz a linkba a leírás. És azon kívül pedig Hát edzek nagy részt. Ugye az, 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 a, az, a, fő nálam, de mivel itthon a szponzorok meg a, ugye maga az, hogy mennyi pénzt kapnak a bunyósok, meg stb., az ugye nem titok annyira, nem annyira jól keresít senki itthon, szóval muszáj az üzlet életbe is megtalálod azt, hogy mit szeretnél csinálni, és abból pénzt keresni. És én úgy gondolom, hogy eléggé jól megtaláltam ezt, és így ezt a kettő dolgot összetudom úgy hozni, hogy egyikből se veszel tőlem semmit. A sportróknak fontos valamennyire az, hogy eladhatóak legyenek. Igen. Te úgy gondolod, hogy te egy eladható vagy? Te, te meg tudnál tölteni majd a jövőben egy, egy gálát, egy stadiont? Én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon én vagyok, a, én leszek majd a legeladhatóbb figura. Én úgy gondolom, hogy nagyon a bunyom által is, meg maga úgy, ahogy én fellépek, meg ahogy beszélek, én azt gondolom, hogy én leszek majd a legeladhatóbb és uh, nem félek kimondani, hogy uh, majd lesznek itthon komolyabban megtölt, me me megtöltött arénák. És uh, bízok benne, hogy uh, Magyarországon a sport az sokkal jobban fel fog ezáltal majd uh, hype -olódni. A social media használata nektek mennyire fontos, mint, uh, mint ilyen küzdő sportrukszal, hogy videókat minden nap tenni kell fel, vagy posztolni kell minden nap, ez már kell? Mm, én azt gondolom, hogy a social media nagyon fontos ugye azáltal, azá, azáltal ismernek meg az emberek. Én ö, nagyon sok pozitív üzenetet kapok, ugyanúgy vannak negatívak, mert ugye egyértelműen azért az emberek azért várják a bukást, és várják azt, hogy ö, hogy rossz legyen egy embernek, viszont szerencsére nagyon sok pozitív üzenetet kapok, ö, viszont ö, a social médiában ö, a megjelenés nagyon, ö, nagyon nagy szerepet kellene kitöltenie egy bunyós életébe, én azt gondolom, hogy inkább én mostanában a minőségre megyek, mint inkább, hogy a mennyiségre. Amikor bejönnek majd a szponzorok, meg a stb., akkor ö, egyértelműen sokkal többet fogok ö, posztolni, meg stb. Viszont ö, majd az első profi mérkőzése, megnyerése után ott majd azért lesznek nagyobb, nagyobb durranások, megígérem. Nagyon maga biztos vagy a sikert illetően. Az biztos. Hát akkor sok sikert kívánok a mérkőzésedhez és a továbbiakhoz. És hát Kövessétek az UNCIA oldalát, mert biztosan beszámolunk majd róla. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon Sárfogat szépen köszönöm, köszönöm a, a meghívást.